Sziasztok gyerekek, ez itt a Dope Men TV élő műsora, ami a felvétel után fölkerül az igazi Dope Men TV YouTube csatornájára, amire ezúton kérlek titeket, hogy iratkozzatok föl, és osszátok meg annak tartalmait, lájkoljátok őket, keltsétek hírét mindenfelé. Nyilvánítsatok véleményt kommentek formájában. Megengedett a negatív és a pozitív hozzászólás. Úgyis ugyanannak az egésznek a részét képezik, úgyhogy bármi legyen is a tartalmuk, nincs velük baj. Itt van velem Dopi Maci a háttérben. Mai témánk egy olyan hír, ami szerintem az egyik legmelbevágóbb problémával foglalkozik, ami napjainkat illeti. Tegnap, vagy tegnap előtt, nem tudom, azt hiszem Győrben, egy tanuló, aki hármast kapott a dolgozatára, késsel megszurkálta a tanárnőjét, aki hármast adott neki. Erre azt hiszem előzőleg figyelmeztette, majd miután nem kívánatos jegyet megkapta, 2 órát várt, és egy késsel nekiesett a tanárnőnek. Osztálytársai rángatták le az el- és felborult elmélyű srácot a tanárnőről. Nem vagyok a szélsőséges megnyilvánulásoknak a híve, most se szeretném ezt tenni, és nem szeretném azt se, vagy azt a hangulatot kelteni, hogy ilyen generációs háborús helyzetet próbáljak létrehozni, de az én fiatal koromban ilyen nem volt. Tehát én egy kemény környéken nőttem föl, azt hiszem olyan kemény környéken, és olyan kemény és vagány gyerekek között, és egy olyan mentalitásban, amilyet a mai fiatalok talán már nem is ismernek, vagy nem is élnek át, illetve azt a fajta világot hírből se ismerik már, ami akkor volt. De az az igazság, hogy azokban az időkben voltak olyan fundamentumok és értékek, amiket a fiatalok egyszerűen nem hágtak át. Na most én tudom, hogy nagyon sokan hatalmas haragot és dühöt éreznek ezzel a gyerekkel szembe, aki egy nagyon nagy hibát követett el. De annak, hogy idáig jutott a világ, megvannak az okai. És az ilyen jelenségek azok egyre csak durvábbak és vadabbak lesznek. Szóval meg kell érteni azt, hogy az emberi közösségek élete a világban az bizonyos fajta struktúra szerint zajlik, aminek a legfontosabb alkotó eleme a család. A család az, ami megtanítja a világba érkezett gyereket az emberi együttélésnek a szabályaira, a törvényeire. Hogy hogyan lehet azt viszonylag zökkenő mentesen és a súrlódásokat megfelelően kezelve lebonyolítani. Van egy információ áramlás, aminek van egy iránya,
Ugye általában az előbb érkezettek passzolják tovább az információt a később érkezetteknek, és a később érkezettek emiatt valamiféle tisztelettel fordulnak az előbb érkezettek felé. Természetesen a mi világunk az nem hibamentes, és nem nehézségmentes, úgyhogy nyilván minden szempontból folyton előfordulnak olyan jelenségek, amikor ez a intézmény, amit családnak vagy bármi másnak nevezünk, nevezzük most családnak, mint legfontosabb alkotóelemet, de a társadalmat is, tulajdonképpen ilyen módon építi fel az ember. Tehát ezerféle esetben van az, hogy ez ilyen diszfunkcionálisan működik. Tehát vagy a szülők bántalmazzák a gyereket, vagy a gyerekek bántalmazzák a szülőt, vagy oda-vissza bántalmazzák egymást, vagy a rendszer bántalmazza a társadalmat alkotó emberi lényeket, vagy visszabántják őket forradalmak formájában. Tehát mindig vannak ilyen kiugró jelenségek, de általánosan ugye ezen a módon működik a világ, és ennek az alapja a tisztelet, ami jó esetben kölcsönös, hiszen tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletet ébreszt, és tiszteletet meg az ébreszt, aki másoknak is tiszteletet ad, de azért azt nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a legtöbb ember ezt az alapértéket alapvetésként kezeli, és bár ilyen-olyan fájdalmakkal és szenvedésekkel bír, amíg ez a család, mint intézmény működőképes volt, addig megtanította az embereket arra, hogy későbbiekben hogy tudnak embertársaikkal együtt élni. De elérkeztünk a 21. századba. A politikai korrektség és az internet világába, ami most szépen lassan bedönti a rendszerünket, illetve a világunkat, és azt a fajta érték talapzatot, ami alapján meg tudtuk magunkat fogalmazni eddig a világban. Szóval, ugye voltak a gyerekek és voltak a szülők, és nyilván az emberi lényt azt számtalan tudati és fizikai elem építi föl, és ösztönök dolgoznak, és ugye az ember az állati ösztönöknek és a tudati fejlettségnek egy olyan vegyületét okozza, ami lehetne angyali vagy isteni lény is, de legtöbbször ezeknek a következtében szörnyeteg lesz, főleg ha nagy tömegben összeverődik, de azért alapvetően van egy moralitása, ami sokszor a szereteten meg a humanitáson alapul, és miközben így a újonnan jövő gyerekeket tanítják a családban arra, hogy kell együttműködni és élni, olykor ugye vannak a nevelésnek mindenféle eszközei. Ez sokszor a okos szó, sokszor a jól átadott információ, legtöbb esetben ugye a szeretet kell, hogy legyen, vagy kéne, hogy legyen, hiszen ezek a legjobb útmutatók, és bizony van olyan is, amikor az állati ösztönök annyira működnek a gyerekekben, legyen az az önzőség, a túlméretezett vágyak, az erőszakosság, és a többi, és a többi. Amikor bizony van olyan, hogy egy jó időben elhelyezett pofonnal a helyes útra lehet terelni a gyereket. Ez a zen pofon. Tehát ügyes módszer, upája. Van ilyen, amikor erre szükség van. De mit hozott ez a polkorrekt világ? Szóval lassan odáig jutottunk, hogy az emberi jogok védelmében
és a gyerekvédelem nevében most már a gyerekek nevelhetetlenné válnak. Tehát tulajdonképpen semmilyen eszközt nem lehet felhasználni egy szülőnek, és itt nem elsősorban arról beszélek, hogy a gyerekeket verni kéne, vagy ilyesmi, de semmilyen eszközt nem lehet felhasználni, vagy bevetni, amivel a gyerekeket az ő kilengésük esetében a helyes útra lehetne téríteni. Tehát lassan már ott tartunk, hogy a gyerek, akit nevelnek, följelenti az apját a rendőrségen, a gyámügyné, meg és a többi, és tulajdonképpen lassan minden gyerek azt csinál, amit akar. Na most ezzel az a baj, hogy a régi világban, megint a régi világról tudok beszélni, hiszen én akkor voltam fiatal, nem volt az a régen, de a mostanihoz képest tényleg régi világ. Tehát ugye, amikor nézeteltérések voltak emberek között, akkor ezt nem tudtad ilyen kommentek formájában megoldani, meg a nem tetszésedet kifejezni. Tehát ahhoz, hogy te valakinek nemet tudjál mondani, vagy ellentmondjál, vagy elmondjad a vele kapcsolatos olyan véleményedet, ami számára sértő lehet, vagy ami egy olyan reakciót válthatott volna ki, ami kellemetlensége jár számodra, a másik számára, mindkettőtök számára, össze kellett szedned minden energiádat és bátorságodat, és oda kellett állni elé, és el kellett neki mondani. Jó esetben. Aztán rosszabb esetben meg ki kellett állni magadért, és meg kellett esetleg verekedni az igazadért, vagy el kellett viselni a másiktól a pofont, és többi, és többi. Na most, mikor bejött az internet, meg ez a polkorrekt világ, ahol mindenki csinált mindent, csak éppen azt nem tűrik, hogyha ezzel kapcsolatos nem tetszésedet kifejezett, illetve mindenki nyomhatja a magáét, csak éppen az nem nyomhatja, aki olyat mond, ami ezeknek nem tetszik. Tehát bejött ez a polkorrekt világ és az internet, és kinyílt az emberek számára a komment fal. És az ott elhelyezett véleménynyilvánításnak a lehetősége. Ami az agressziónak egy teljesen új teret adott, és szerintem magának a pokolnak a kapuit nyitotta ki az emberiségre. Ugye mindenki megmond mindenkinek mindent, kurva erőszakosan, marhára durván. Tehát olyan verbális erőszak folyik most már évek óta, ami kegyetlen. Na most az van, hogy eddig ez kevésbé fordult át tetlegességbe, de az utóbbi időben egyre több ilyen eset történik. Tehát ezek a srácok, akik a családban már nem tanulják meg az együttműködésnek az útját, módját, mert nincsenek nevelve, mert már nincsenek családok sem, és a gyerekeket már a YouTube neveli, meg a közösségi oldalak, és tulajdonképpen olyanok, mint az ilyen vergődő, céltalan, hát ilyen tutajok a tengeren, vagy hajók, a bennük levő frusztrációt, meg fájdalmat, tulajdonképpen a kommentek formájában zúdítják egymásra, vagy olyanokra, akiket nem szeretnek, nem kedvelnek. De az az igazság, hogy ugye először ez csak a verbális, meg az írott erőszak formájában jelenik meg, vagy jelent meg. De ugye, ha valamit rutinszerűen működtet valaki, akkor előbb-utóbb a számára valóságá válik. És most azt látjuk, és éljük, hogy ez a verbális erőszak,
Ez fizikai tettekben manifesztálódik, és ennek következtében a fiatalok egyre erőszakosabbak lesznek, agresszívabbak, és hát ilyen történetek esnek meg. Tehát gondoljunk bele abba, hogy egy ilyen srác, aki 17 éves, hát most már azért felnőtt méretű ember, milyen belső képzetek fogságába élhet, hogyha késsel ront egy tanárnőnek. Tehát még csak nem is az jutott az eszébe, hogy megverje, hanem megszurkálja késsel a tanárnőt egy hármasért. És ugye most mondhatnánk azt, hogy jaj, hát ő egy pszichopata. De valljuk be, hogy a nyugati életforma, és ez a fogyasztói társadalom, azért nem feltétlenül csak a követendő jelenségeket mutatja be nekünk, vagy tárja elénk. Szóval azért rá kell jönni, hogy gyerekek, hát most melyik világa jobb? Hogy Amerikában például fémdetektorok vannak az iskolába, meg fegyveres őrök nézik a gyerekeknél, hogy találtok ki, és lőfegyver, vagy bármi más. Vagy az a jobb, ahol azért úgy, persze szeretettel, és törődéssel, és humanitással, de a megfelelő tisztelet megkövetelésével nevelik és fejlesztik a gyerekeket a felnőtt életbe. És ebben ugye számtalan dolog van, amiről lehetne beszélni, hogy mit tanuljanak, és hogyan, és mit csináljanak, és miféle életet kéne eléjük tárni. De hát ezért ez lehet, hogy nagyon jó a nyugati életforma, ami egyébként szerintem összeomlóban van. Tehát lehet látni, itt nagyobb lesz a bedőlés, mint egyébként, amit gondolnak az emberek. Tehát itt villámgyors szakadás lesz, zuhanás. Mert azzal az entitás és társadalmi válsággal, amit magunkra hozunk, itt most szépen, az internetnek nem az előnyei, hanem a poklának a használatával, ennek a következtében ez az eltunyult, elkényelmesedett, rettenetesen unatkozó társadalom, amit unalmába generálja az erőszakot egymás irányába, pillanatok alatt a világ áldozata lesz, és saját maga áldozata. Tehát amikor a gyerekek egy tanárral szemben késsel lépnek föl, késsel kézbe, ott az ideje elgondolkozni. Tehát én őszinte vagyok, mi sokszor nagyon kutya módon viselkedtünk, iskolába is, de azért százszor meggondoltuk, hogy egy tanárral vagy egy felnőttel szemben hogy szólalunk meg. Mert a kor és a bejárt út, meg a tapasztalat, meg minden más, az tiszteletet parancsolt. És volt lázadás a fiatalságban mindig a rendszerrel szemben, a szülők akaratával szemben, és volt mindig egy ilyen szembe menés, ez mindig a világ sajátja volt. De a mai fiataloknak a lázadása az ez a céltalan pusztítás, önpusztítás és depresszió, ez lett. Tehát mint az én fiatalságomban volt Cure és halálváró buftik, aztán még voltak emósok is, de ez egy ilyen részkultúra lett. Volt. Most mi megy? Az önpusztítás a mainstream, meg a pusztítás. És hát ennek nem csak ezek a gyerekek az okai, hanem tulajdonképpen az a világ, ami a fundamentumok teljes összeomlásával elérkezett. Tehát én nem mondom, hogy nincs létjogosultsága ennek a helyzetnek, mert ami az univerzumban van, annak ott a helye, nem véletlenül van, meg hát maga az univerzum
mint egyébként a szervezetünk is, meg minden más benne. Tehát szűkül, tágul, a művészetben is így van, szűkül, tágul. Tehát van egy zenei fölemelkedés, mit tudom, például a rap zenébe fölemelkedett a zene, és a legmenőbb, legprogresszívabb műfaj volt, és most pedig a rap zene, hogyha megnézzük, világszinten is egy gagyera. Ahhoz képest, amit mondjuk a fénypont, vagy a csúcspontján produkált. Tehát ugyanez van a világban, és van ennek tulajdonképpen létjogosultsága, ami most van, mert azért történik, de ennek ellenére ez az emberiségre nézve, illetve a nyugati kultúrára nézve, ez már egy ilyen gyújtópont közeli állapot, amire reflektál is a művészet, például Joker című filmmel, hogy bizony olyan helyzet van, ahol bizonytalanság van, tehát annak ellenére, hogy Nyugat-Európa marhára jólétben van, és a nyugati társadalom marhára jólétben van, és marhára működőképes, az őt alkotó társadalom és az abban létező emberi lények viszont borzalmas bizonytalanságban léteznek, és ezt a frusztráltságot sokszor erőszakosságban élik meg, és élik ki. Úgyhogy szerintem lehet tanulni ezekből az esetekből, és lehet tanulni a jelekből, hogy mit kéne egy kicsit máshogyan csinálni, de persze nem fogunk tanulni belőle, és nem fogjuk másképpen csinálni. Úgyhogy jobb, ha készülünk rá, hogy ez a nyugat-európai és amerikai kultúra és világ, ez szépen lassan, illetve szerintem szépen gyorsan össze fog omolni. Mert azt hiszük, hogy a gépeink, meg a kényelmünk, meg a pénzünk, meg a gazdagságunk a világ többi részeihez képest meg fognak minket óvni attól, ami ránk vár. De hát a saját magunk összeomlásától nem fog megmenteni minket senki. Tehát ugye a felnőtt réteg, az európai ember jóléti betegségbe szenved, még a szegények is kövérek, cukorbetegek, magas vérnyomásúak. Talán a gazdagok kicsit egészségesebbek, mint a többiek, de ők se sokkal, higgyétek el, mert nekik meg a lelkük beteg nagyon sokszor. A gyerekeink céltalanok, nem látják a jövőjüket, igazából nem tudnak a talpukon megállni. Nagyon kevés olyan fiatal van, aki bármiféle olyan céllal működne, hogy na most valamit megvalósít, alkot, tesz. Övék minden tiszteletem. A többség az csak költi az anyjának a pénzét, meg az apjának a pénzét, jár az iskolába, és amíg anyunak meg apunak van pénze, addig az ő pénzük meg tiktokozik, meg bulizik, meg jön, megy, cigizik, iszik, és meg van sértődve a világra, meg depresszív állapotban van. A nyugati társadalmat mindenféle lobbik irányítják, és mindenféle lobbik játszanak vele, próbálván ezzel meghosszabbítani a kapitalizmusnak az életét. Tehát ugye van egészséges táplálkozásunk, ami abban merül ki, hogy biócímkével árulják a kajákat közértekben, ami egyébként ugyanaz, mint a másik kaja, csak bió cuccnak van álcázva. Most az olajos autók, illetve a benzines kocsik helyett jönnek a galvánelemes elektroautók, amikre ugye azért lassan szépen kiderül, hogy ha le vannak árnyékolva és kevésbé sugárzóak, akkor nem lesz teljesítményük. Ahhoz, hogy teljesítményük legyen, nem kell őket leárnyékolni, akkor viszont az autó utasai elektroszmogba ülnek, ami rákot okoz, minden szinten szinte minden. Aztán ugye például, mint Karácsony Gergelynek a legfontosabb kérdés a demokratikus politikusok számára, hogy például a más
másoknak a jogvédő szervezeteit megfelelő pozícióhoz juttassák, mint hogyha a másként élő és gondolkodó embereknek bármiféle nehézségekkel kéne szembenézniük. Mikor tudjuk jól, hogy ez a közösség az egyik leggazdagabb közösség a nyugati világban, és borzalmas hatalmak van mind a politikába, mind a szórakoztatóiparba, úgy egyáltalán mindenhol. Tehát mindig itt kenjük itt a szart egymás között és magunkon, és tulajdonképpen az utódaink elvesznek ebben, ilyen módon viselkednek és reagálnak, és növekszik az agresszió. Egy tovább menthetetlen bekövetkezik, amivel egyébként csak annyi baj lesz, hogy egy csomó személyes fájdalom születik belőle, mert a világnak nem lesz vége, hanem valószínűleg, ahol egy összeomlás van, ott majd előbb-utóbb megkezdődik egy újabb emelkedés, mint ahogy ez már számtalanszor megtörtént a világnak a történetében. De semmi új nincs a nap alatt, egész egyszerűen az ember nem tanul, és lehetősége ellenére mértéktelenül buta, és hát ennek a folyamatnak a jelei az ilyen események, mint amikor például egy ilyen tizenakárhány éves srác rendkívül férfiasan késsel szabdalja össze a tanárnőt, mert ő hármast kapott. Tehát gondoljatok bele abba, hogy egy ilyen fiú, ez milyen férfi lesz ebből. Milyen idegrendszere van, milyen reakciója van arra, hogyha valami nem tetszik neki. Tehát ez nem férfias cselekedet, ez a primadonnaságnak a kicsúcsosodása. Tehát hogy lehet látni, hogy még egy fiú létére is sajnos, tehát ez még a pluszban az entitásválság, hogy a fiúk nincsenek tisztában az, hogy egy férfinek hogy kell viselkedni, hogy kell felelősséget vállalni, hogy kell fellépni az életben. A nők sincsenek, a lányok se tisztában avval, hogy mi a nőnek a fő értéke, és mi alapján tud megfelelőképpen reprezentálni egy társadalomban. És én itt most nem a képmutatásról beszélek, meg a kamu erkölcsösködés, szó félre ne értsetek, de például ez a jelenet, ami itt történt, hogy egy hármas ér egy srác, leszúrt egy tanárt, ez a primadonnaságnak a kicsúcsosodása, ez a dráma királylányságnak a kicsúcsosodása, hogy egy srác azért, mert egy neki nem tetsző jegyet kapott, az hisztiébe a tanárnőnek ront késsel. Na, ez az a gyerek, akinek kellett volna egy olyan pofont adni már jó pár évvel ezelőtt, hogy leszakadjon a feje. Ez az igazság. Abból tanult volna, hogy merre hány méter, mint ahogy apám is megadta nekem a pofont, amikor szükségem volt rá, nincs is belőle lelkisérülésem, mert tudom, hogy kellett, mert helyre zökkentett a csattanás. Az az igazság. És a frankó az, mondom, hogy már semmit nem lehet nevelni a gyerekeket. Egyáltalán. Tehát az van, amit a gyerek akar. Nézzétek meg! Nézzétek meg a fiatalokat! Semmi másról nem szól az életük, csak a hisztiről, hogyha valamit nem kapnak meg, kisbabakortot. De egyébként ez azért is van, mert a szülők is felelősek, mert mindenki szüli nyakra főre a gyerekeket, olyan gyerekeket, akiket utána nem győz lerázni magáról, mert nem akar vele foglalkozni, mert mindenki a saját életét, meg egóját akarja kiélni, és a saját vágyainak a rabja. És a gyereket is csak önzőségből szüli, és utána inkább megvesz neki mindent, meg mindent ráhagy, csak hogy ne kelljen vele foglalkozni. Ez a frankó. Mert mindenki csak magával van elfoglalva. És azt mondom egyébként, hogy ezerszer becsületesebb volna, az emberek nem vállalnának gyereket. Mint hogy ilyen kölyköket nevelnek, akik magukra hagyva nézik ezt a sok hülyeséget,
és igazából vélemény és vélemény között így mennek, és sodródnak az ára, és azt se tudják, hogy merre hány méter. És csak a szenvedés jut nekik, és mindenkinek, aki körülöttük van. Tehát a szülők is rettentő felelőtlenek, akik gyerekeket vállalnak. És nem kell egy gyereknek mindent megvenni, és nem az a jó nevelés, hogy mindent megkap, meg mindig a legszebb ruhában van, meg a legújabb telefonja van, meg minden. Én magam is elkövetem ezt. Tipikus elvált szülőként. Hogy a gyerek nem kell. Nem kell nyalni a gyerek seggét. Utat kell mutatni. Meg kell tanítani arra, hogy mi a helyes. Ez a frankó. Ezt az infót kell átadni neki, hogy minél kevesebb szenvedés legyen az életében, mert higgyétek el, az a sok kapás nem old meg semmit. Tehát nincs nincs az a ráhagyás, amit nem lehet megszokni. Gyerekekre nem ráhagyni kell, meg nem ajándékot venni, hanem törődni velük. Sok hét van szegénység. Van. Ez tény és való. De ez nem az a szegénység, ami a világban máshol van. Megnézhetnétek, hogy mi van Bronxba. Ugandáról meg nem is beszélek. Tehát az az igazság, hogy ez a nyugati, nagyon fejlett társadalom, ez nem annyira fejlett, mint aminek beállítja magát, hanem inkább mondhatjuk azt, hogy technikailag, anyagilag, gazdaságilag fejlettebb, mint a világ más részei, de emberi, humánus szempontból teljesen embertelen. És magába forduló, elmagányosodott. Isten igazából abszolút utat tévesztett világ. Csak úgy köpi ki magából a boldogtalanságot. Lehet ezen változtatni egyébként, csak az, ami a legegyszerűbb útnak tűnik, és ami a legszabadabb út, az a vágytól hajtott emberek számára a legnehezebb. Mennyit akartam elmondani a témával kapcsolatban, ha tetszett a videó, lájkoljátok és osszátok meg. Még egyszer iratkozzatok fel az Igazi Dopement TV YouTube csatornájára. Kommentekbe írjatok véleményt, egyetértőt, nem egyetértőt, amit akartok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szép estét mindenkinek, Dopement Papa voltam. Csinálom az új lemezt, van egy rakás tervem, és ha minden jól megy, nem sokára jön a Lejárt Lemez című klippem, ami nagyon dzsuker lesz, és Szicíliában forgott. Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Csumicsát!